Egyszer Horvátországból jöttünk haza vonattal, és ott kiraboltak minket, altató gázzal fújtak be. Ez most vicc? Nem, ezt most halál komolyan mondom. Az idei nyár eddig nagyon jól telik, nyaralni még nem voltunk, majd augusztusban megyünk egy hétre a családdal. Ilyen kisebb belföldi túrákon vettünk részt, közös családi programok. Köszönjük, szállok mennyiségén látszik is, de nem, eddig nagyon jól telik. Hová mentek a családdal? Korfura megyünk, egy hétre. Balaton néztük, de az túl drága. Tudod, aztán bármit mesélnek itt a humoristákra, azért nem engedhetünk meg magunknak akármit. Ezért Korfura megyünk egy hétre. Most először, vagy jártatok már ott? Nem, még most megyünk oda először. Olaszországban van, ha jól tudom, ez egy sziget. Nem, de nagyon várják a gyerekek, meg mi is, kell egy kis kikapcsolódás. Most nagy volt a hajtás. Három gyerek van, szóval akkor nektek gondolom, hogy inkább a tengerpart az opció, mint mondjuk a hosszú város nézőséta. Hát gyerek nélkül is a tengerpart volt a lényeg, mert párom olyan beállítottságú, hogy ott kell megrohadnunk a napon. Tehát ő nem ez a múzeumban járós, meg városnézős. Én azért szeretek így elmélyedni, ilyen óvárosi részek, ezt azt megnézni. De azért naponta háromszor vagy négyszer inkább be kell ütemezni a strandot, az a biztos, érted. Legyen olcsó, az sem baj, hogyha olcsó. És párom szempontjából meg a legfontosabb, hogyha olcsó. De nem, azért így összedugjuk a fejünket, és akkor kinézzük, utána nézünk, fórumozunk, így ilyen csoportokba beregisztrálunk, és akkor megnézzük. És most erre esett a választás, nagyon dicsérték. Érzelmi alapon hozzuk meg ezeket a döntéseket. Beszéltek nyelveket? Magyarul perfekt vagyok. Nem, azért valamit tudok angolul, meg jó fordító programok vannak a telefonon, bármilyen nyelven tudok gyakorlatilag. De nem, ezért is választottuk amúgy Korfut is, mert itt főként étlapok is magyarul vannak, mindenki tud magyarul, amúgy ez meglepő, de amúgy igen, bármilyen nyelven megértetem magam. Gyerekekkel egy kicsit stresszesebb a nyaralás, főleg három? Nem, gyerekekkel nagyon stresszes a nyaralás, de persze, hát azért nagy logisztikát igényel, hogy mindenkinek hogy legyen, mint legyen, hogy rakjuk bele őket a 26 kilós bőrönbe, érted, hogy két kézi podgyászba beférjen a mi cuccunk azért. Igen, ne szűrjenek ki minket az ellenőrző pontokon. Van bármi félelmed, főleg, hogyha külföldre utazol, vagy volt már esetleg olyan sztori, ami miatt megalapozott is ez a félelem? Egyszer Horvátországból jöttünk haza vonattal, és ott kiraboltak minket, altató gázzal fújtak be. Ez most vicc? Nem, ezt most halál komolyan mondom. És én arra ébredtem, pedig én azért én vonaton dolgoztam, tehát nyílik az ajtótól, rögtön felébredek, a reflex bennem van, és arra ébredtem, hogy párom, hogy ellopott, nincs meg a pénztárca, nincs meg a pénztárca. Na, ez a legnagyobb bűnök egyike, ami a párommal történt, hogy eltűnik a pénztárcája. És így a határ előtt érted, nuku irat, semmi, nagyon fasza, de szerencsére rendes volt a tolvaj, mert így a bejárattól nem messze eldobta, tehát az iratok megvoltak. Az kellemetlen élmény volt, de annyira végül is nem. De nem hagyott olyan mély nyomot, hogy azért többet nem menjetek? Hát remélem, azért leülni le tudtam utána, nem tudom milyen nyomokat hagyott bennem az altatás alatt, de nem. Nem, hát ez benne van, ez játszik, érted, a Balkánon. Van kedvenc helyed a földön, ahol már jártál és visszamennél, vagy van esetleg olyan vágyálom, ahol nagyon szívesen eljutnál, de még nem sikerült? Hát nekem a horvátok, az én nagyon szeretem, tehát a korlátlan mennyiségű vissza tudnék menni, remélem a görögök is így lesznek. Hát vágyálom, mindig is szerettem volna Tibetbe egy lámát. Engem vonz ez a spiritualitás, tehát amúgy tényleg elmennék erre a tibeti területre. Felesége három gyerekkel, vagy ez inkább ilyen magányos dolog lesz? Akár. Jó ezeket a dolgokat szerintem együtt megélni. Nem így beteázni, aztán rátalálnak valami erdősávba messzeren ültörött lábbal. Ezt így családostól kell megélni. A turista és az utazó között mi a különbség, és te melyik típus vagy? Hát a turista céltudatosan közlekedik, ő tudja, hogy merre szeretne menni. Az utazó az meg csak, hogy megy bele a nagyvilágba, az se tudja, merre van arccal. Rengeteg utazóval találkoztam, meg turistával is, szakmából adódóan is. Hát hogy mondjam, én inkább turista jellegű vagyok, tehát én szeretek mindennek utána nézni, kis haditervet készíteni, hogy mint, aztán mondom, ez addig tart, még egy vízszerületet nem találunk, és akkor ott ragadunk, ott kell fürödni. A humorra mennyi időd van? Most egy kicsit nyári szüneteztem én is, megmondom őszintén, nem nagyon foglalkoztam a humorral, mert nagyon tartalmas volt a tavasz, ott ugye felvettünk egy stand-up párbaj tévésót. Felvettük az önálló estjét Horváth Gabinak, nekem is volt shoulder is, tehát ott fúra kihajtottuk magunkat. Most újult erővel csapunk bele az őszbe, jelenleg is itt vagyunk a Craft Headben, nem sokán majd fellépünk. Itt vatta új anyagot hoztam, tegnap délután írtam, meg se tudtam szerintem jegyezni. De lesz még.
Mi a téma? Hát nyaralás, főként a gyerekkel, gyerekekkel való nyaralás, a halál utáni élet, erre nagyon büszke vagyok, ezt én írtam, remélem eszembe fog jutni. Már nem az, hogy van halál utáni életem, csak hogy ilyen anyagokkal kapcsolatban, meg úgy minden. Érted, most teljesen más szisztéma alapján próbáltam szöveget írni, mint eddig. Hát feszegeti az ember a határait. Tehát kilépsz a tőled megszokott kaller témakörökből, és egészen mély témában is. Lesz benne, az is inkább azt mondom, hogy szabadabb gondolatmenetek útján megyek, ami miatt remélem, hogy nem fognak lecsukni, vagy rám gyújtani a házat, de nem. Tehát nem lesz durva, de igen, más szisztéma alapján próbálok dolgozni. Akkor jó nyaralást, jó pihenést nektek, és jó munkát. Köszönöm szépen.